Halmozódnak a borok a szekszárdi borászok pincéjében. Nagyon sok borászat számára a 2020-as év gazdaságilag vízválasztó lesz. A hét elején tapasztalható közel 15 fokos lehűléssel járó időjárás változás, illetve a koronavírus és a kialakult járványügyi helyzet következtében számos bevételi forrást elesnek a szekszárdi borászok. Ilyen például a turizmus vagy a vendéglátás, mondta Mészáros Péter borász. Mint minden ágazat, a borászat is ugye most visszaesésben van. Főleg azok a borászatok, ahol vendéglátás, turizmus is van, ez teljes mértékben visszaesett, de hát sajnos a forgalom, a bor forgalom is visszaesik. Pont a turizmus, illetve a vendéglátás visszaesésével az éttermekbe nem tudnak menni, az emberek nem tudnak borozni. Kiskereskedelemben egyelőre ugye vásárolják még a borokat, ez azt még nem érinti a koronavírus miatti krízis, de a vendéglátóhelyeket nagyon. Mi bízunk benne, hogy május végére talán rendeződik a helyzet, és a nyári szezon az már beindul újra. A pincészetek vendéglátóegységei bezártak, az ott dolgozók fizetett szabadságra mentek, mondta Mészáros Péter. A koronavírus a helyi boripart sem kíméli. Több szekszárdi borász csak online felületeken tudja megoldani az értékesítést. Mi is csak most egyelőre még itt tapogatózunk, hogy merre tovább, ugye a borkóstolóinkat gyakorlatilag lemondtuk és lemondták teljesen jogosan, úgyhogy ezek a rendezvényeink, akár a kadarkatúra, akár a fesztiválok egyelőre még kérdőjel, hogy meg lesz-e tartva. És hát most próbálunk online értékesítéssel próbálkozni, hogy azért a vevőnk egy részét ki tudjuk majd szolgálni valahogyan. Nem tudunk semmit csinálni, ugye a szőlőkbe ott megy a munka, ugye a szőlőmetszések, kötözések, ezek már nagy rész megtörténtek. Borászatba is dolgozunk, tehát borfejtések, palackozások, ezek még zajlanak. A vendéglátó részünket azt bezártuk, mindenki fizetett szabadságra ment, és hát várjuk azt, hogy vége legyen ennek a járványnak. A munka viszont nem állt le. A szőlők metszése, kötözése, a benti borlefejtés és palackozás folyamatosan ad munkát a foglalkoztatottaknak. A borászok most összefogva közösen azon dolgoznak, hogy kitaláljanak valamit a veszteségek minimalizálására.